Jelenleg 58 kutya vár gazdára a Borsod Állatvédő Alapítvány Rudabányai telephelyén. Az árva állatok átlagosan 45 napot töltenek a menhelyen. A Kazincbarcikán befogott kóborebek is ide kerülnek, az önkormányzat és az alapítvány együttműködésének köszönhetően. A Kazincbarcikai önkormányzattal nagyon jó kapcsolatunk van, nem csak az önkormányzattal, hanem kimondottan a rendészekkel, és ugye nagyon sokba segítik a munkánkat, csipolvasásba, kóborebek befogásával. Anyagi háttérben is elég jól támogatják ugye az alapítványunkat, de bármilyen segítséget tudunk tőlük kérni, például embereket, akik ugye kijárnak a telepre karbantartani, heggesztenek bármi. Kemény Beáta kitért arra is, a kutyatartás nem csak arról szól, hogy valaki magához vesz egy aranyos kölyköt, amely onnantól kezdve alkalmazkodik a család életviteléhez, és kedves szórakoztató társ lesz. A kutyatartás hatalmas felelősség. Egy ilyen döntés akár 10-15 éves elköteleződést is jelent, ezért tisztában kell lenni a szabályaival. A felelős kutyatartás fontosságát emelte ki a Kazincbarcikai önkormányzati rendészet vezetője is. Mindez azt jelenti, hogy gondoskodni kell az állat testi, szellemi igényeiről, biztosítani kell az egészségügyi ellátását, beleértve például a veszettség elleni védőoltás beadatását is. A kötelező eboltások hamarosan Kazincbarcikán is megkezdődnek. A 3 hónapot betöltött kutyát 4 hónapos koráig, tehát 30 napon belül kell beoltani. Ennek az egyik feltétele, hogy a transponder is be legyen ültetve, ezt célszerű állatorvossal egyeztetni előtte, és akkor ők ezt elvégzik. Regisztrálni fogják a kutyus tembregiszterben, illetve kiállítják az oltási könyvét, és innentől kezdve 6 hónapon belül kell még egy veszettség elleni védőoltás, utána pedig évente. Fodor Gábor elmondta azt is, az ebtartók másik kötelezettsége idén az az önkormányzat felé tett adatszolgáltatás, amely a már korábban bejelentett kutyákra is kiterjed. Az adatlap kitöltve visszaküldhető online, postai úton vagy személyesen is. Be kell jelenteni azokat a változásokat is egyébként, mondjuk, hogyha a tartási helyen megváltozott, hogyha valakinek eladtuk a kutyust, vagy átadtuk, elajándékoztuk, tehát megváltozott a tartónak a személye, ezt ugyanúgy bejelentési kötelezettség terheli egyébként. Fontos az is, hogyha valaki egy kiszolgáltatott kutyát lát az utcán, hívja a rendészetet a képernyő alján látható telefonszámon, és a szolgálatban lévő kollégák megteszik a megfelelő intézkedéseket.